tehát a nemez összegubancolódott szőr. A gyapjúszálak, ugye, amit a birkáról válunk le, kimosódnak, megfestődnek, megkártolódnak, és akkor, ha egymásra rakjuk őket, megnedvesítjük, és ha csak így a kezünkkel így csinálunk, akkor gyapjúszálak elkezdenek így összebújni, majd ha sokáig csináljuk ezt, akkor egy nagyon erős anyagot hoznak létre. Ez a lényege. Ezért lehetett a világ első textilje. Hát csak annyit mondok, Noé állatok, taposták, és amikor ugye szárazföldet értek, akkor a Noé azt mondta, itt van valami új anyag, mert ugye a taposástól, nedvességtől, izzadzástól a lehullott állatszőrök anyagáltak össze. Hát ez nem egy bizonyított tény, ezt mondhatjuk, hogy csak egy mese, de szép mese. Ki lehet, van olyan tanfolyam, hogy kiosztunk egy picike gyapjút az érkezőknek, berakják a cipőjükbe. És a búcsú körnél kivesszük a cipőből azt a kis lapocskát, és mindenkinek egy nemez van, mert erre is van egy török monda, hogy egy bizonyos proféta vándorolt, kinyomt a sarkát, tört a cipőbe, rakta a gyapjút, és akkor ő föltalálta a nemet. Hát a mi kimondatlan életfelfogásunk, amit aztán egy idő után meg is fogalmaztunk Istvánnal, az, hogy kutassuk azt azokat a dolgokat, amelyekkel akarunk foglalkozni, alkossunk, tehát mindig megtanultuk a fazekasságot és a kosárkötést is, a szövést is, mert jobban tud az ember kutatni, hogyha tudja a technikát magát, meg volt is hajlamunk arra, hogy a kezünkkel is dolgozunk, ne csak a fejünkkel. Ő a leíró, rajzoló, én vagyok a fotós a családban, és ez annyira a szenvedélyünké vált, hogy mi elhagytuk a munkahelyeinket annak idején. 10 évig közveszélyes munkakerülőként jártuk Magyarországot, és akkor még csak Erdélyt, illetve a magyar területeket, azért, hogy éppen az adott mesterségben kutassunk. Most, ha az ember kutat, akkor az kiszélesedik. Vagy a Jóisten küldi a feladatokat. Na most egy ilyen feladat volt, úgy látszik, ez a nemez dolog is, ami az emberiség első textilje, mint kiderült. Van olyan szerencsénk, hogy a sivatagban, mocsárban és a jégbefagyban nagyon régi régészeti leletek maradtak fent, és így bizonyított is. Nagy mongol, meg japán ásatások alapján erről már vastag könyvek is jelentek meg. Hát ez egy olyan fantasztikus világ, a nemez, ami minden nap hoz valami újat. Tehát mint alkotó azért szeretem csinálni, mert minden pillanatban kitalálhatok, én szeretek újat csinálni. Nem tudtam szériát fazekasságból se, kosárkötésből se, minden munkám más volt. Úgyhogy a nemez nekem nagyon megfelel, mert magunk festjük az anyagot, az már eleve adja, hogy két festés, az nem ugyanaz. Tehát mi nem úgy, még festeni se úgy festünk, hogy veszünk egy, hogy hány gramm, és akkor na azt pont, tehát nem vagyunk svájciak, hanem szabadon vesszük a dolgokat, és akkor az szabadon szépen alakul is az ember keze alatt. Benne van a vérünkben, hogy amit mi felfedezünk, azt másnap átadjuk. Most a tábor ugye ez erre alkalom, de van nemez iskolánk is, vannak szabad tanfolyamok is. A tábor egy kicsit más, meg kiszakadnak az emberek az otthoni életből, elfelejtik az otthoni dolgokat, és akkor kialakul egy csodálatos légkör. A táborról annyit, hogy nyitott a tábor, amint látjátok, egészen pici gyermekek is vannak, van olyan, aki még csak a gombolyaggal játszik, van, aki már nemezel és kötelet ver, és vannak olyan felnőtt tanítványok, akik életében először ismerkednek a nemezzel, és vannak olyanok, akik már 8-10 éve, de mivel mi minden évben behozunk egy olyan mestert, amit még nem tudnak a magyar nemezkészítők, tulajdonképpen nyüzsögni kellene a úgymond haladó nemezkészítőknek is itt, hogy megtanulják Mehmettől ezt a fantasztikus technikát, amit most tanít, vagy Alsától a sírdakot, aki az elmúlt napokban tanított. Tehát mindig igyekszünk egy újdonságot belehozni, amellett, hogy a legkezdőbbeknek is nyújtunk valamit, hogy hát megszeressék, és valami értelmes dologgal menjenek haza. Tehát mesterünket Mehmet Girgicsnek hívják, és mivel én hoztam a repülőtérről idáig, úgyse talált volna ide ebbe a erdőszéli pusztába. 32 éve ismerjük, mert akkor volt először Magyarországon, és én nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, mert egy olyan dolgot tud, amit a nemezkészítésen belül ismeretlen. Általában, ha egy valamilyen alakzatot, formát készítünk, abban mindig bele kell tenni valamit, hogy ne ragadjon össze a két oldala, ne legyen belőle egy
egy vaskos anyag, és közepébe általában papírt raktunk, vagy mostában mások, de én nem műanyagot. Ő viszont a levegővel dolgozik, tehát semmit nem rak tulajdonképpen a közepébe, ez egy csodálatos lehetőség, amit érdemes megtanulni, és ezért hívtam meg. Szinte nincs a világon olyan ember, talán 2-3 van, aki ezt tudná, a törökökön kívül. Amit készített, az az ő szent városából, Konyából való. Ebben a városban élt egy Rumi nevű szerzetes a 13. században, és ő egy olyan táncot alakított ki, amit a templomban is táncoltak, és ő neki az volt a vélemény, hogy a művészet az egyik lehetőség arra, hogy a jó Istenhez az ember eljusson. Teve borjú szőréből készültek a derviseknek a süvegjei, az volt a legértékesebb. Akkor ebben a változatban ma moher és gyapjú keverékéből készült, és a legolcsóbb lenne, ha csak gyapjúból lenne. Hagyományosan van egy íjfa, az íjfa az egy olyan, mint egy nyíl, íj, és azzal pengetve föl lehet lazítani a gyapjút. Egyrészt kitépett egy adagot ebből a halomból, másrészt a levegőben egy mozdulattal föllazította, olyan volt, mint aki repülővel megy, és a repülő átmegy a felhőkön. Tehát egy ilyen hihetetlenül laza, puha gyapjú anyagot kapott, és azt rakta egymásra. Nem csak föllazította, hanem szabályosan kirakta ezt az alakzatot ezzel a szerszámával. Egy ilyen alakú tömlőt készít két fél lapból. Tehát van egy ilyen alakú lap, meg még egy ilyen alakú lap, egymásra teszi, egyiket behajtja, másikat ráhajtja, és akkor összekapcsolódik, egy ilyen, mint egy kenyérré, kenyér alakká, és óvatosan elkezdi gyúrni, először lábbal, aztán áthajtja más irányokba, aztán kézzel, és körülbelül az egynegyedére megy össze, úgy a felére hosszába, felére széltébe, tehát egynegyedére összemegy, és nagyon erős lesz, kemény lesz, akkor a nemez része készen van. Tulajdonképpen, ha valaki ránéz erre a fejfedőre, azt hiszi, hogy az egy rétegből van, de valójában az kettő egymásba nyomott fél darab, és ez egy faformán történik, ami állítható. Volt még egy pillanat, amit sikerült felvenni, amikor cukros vízzel belocsolta. Ez még egy merevebb alakot ad neki tulajdonképpen. Pásztor népeknek a technikája nem ez, ugye ők igazából használják. A sátrukat azzal borítják, az egész sátor alul vastagon nem ezzel van, azon rajta taposnak, ülnek, főznek rajta, az élet zajlik rajta, annak lehet, hogy jó tartós legyen, ez az egyik legtartósabb formája.